6. C művészeti osztályának kitűnő tanulója, kiemelkedő szorgalma és érdeklődő, példamutató értékrendű diák. A Kiskunhalasi Rotary Klub tehetséges, szép eredményeket produkáló diákokat látott vendégül az adventi udvarban. Nem vagyunk új vendégei az adventi mulatságoknak. Általában ebben az időszakban szokott az megtörténni, hogy a tanulmányi eredményeik vagy sporteredményeik miatt arra hivatott gyermekeket, akiket a tagintézmények jelölnek, díjazzuk karácsony előtt valamiféle ajándékokkal. Ez idén sem történik másképp. Ami különbség az idei évben, az az, hogy az ajándékátadást követően a Rotary Klub tagtársakkal együtt itt leszünk ebben a kis házban itt mögöttem, és forralt borral, tejával fogjuk várni azokat, akik itt kihűlnek az adventi forgatagban. Úgyhogy ez a célunk, hogy a diákok megkapják ezeket az ajándékcsomagokat, meg egy picit felmelegítsük a kiskunhalasi lakosokat, akik kilátogatnak hozzánk. Lehet, hogy egy új dimenziója lehet az ajándékátadásainknak, hogy gondolkozzunk azon is, hogy egy-egy ilyen díjazott gyermeknek az utóéletével egy picit többet foglalkozzunk. Mi azt tudjuk hozzátenni, és egyébként ebben nagyon jó partnereink a pedagógusok az intézményekben, hogy ezt az ajándékozást ezt megtartjuk évről évre. Simon István kollégával együtt ezek a felkérések az iskoláknak mindig kimennek. Én nagyon bízom benne, hogy híre megy minden tanintézményben annak, hogy érdemes jól tanulni, érdemes jól sportolni, mert nem csak itt, hanem az élet egyéb területén is díjazásban részesül. Mi ezt próbáljuk hozzátenni, hogy ez legyen egy konstans dolog, amire minden évben lehet számítani, hogyha valaki tesz le valamit az asztalra, akkor mi ezt valami módon honorálni is próbáljuk. A jutalmazott diákok örömmel vették át a csomagokat. Mint mondják, nagy motivációt ad ez az elismerés további tanulmányaikhoz. A közösségi munkámért úgy gondolom, hogy nagyon aktív vagyok, és eléggé hiperaktív és harsány személyiségem van. Ezzel egy domináns jelleget adok az osztálynak, és igyekszem lényegében mindenen részt venni, ami lehet, és szerintem ez volt az oka annak, hogy megkaptam az ajándékot. Szerintem ez egy szuper dolog, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy aki belead energiát, azt így ilyen módon visszakaphatjuk, viszonozni látjuk, hogy ezt teszik velünk. A Kiskunhalasi Rotary Klub eredményes hónapokon van túl, és a 2024-es év tervei is megvannak már. A Rotarynál nem úgy van, mint a rendes naptári évben, hanem június 30-ától, 31-től tart egészen a következő évnek a közepéig egy Rotary év. Ezért most a fél időben azt tudom mondani, hogy rettentően gyümölcsöző, nagyon haladós, kemény és komoly munkál mögöttünk. Volt egy pici megtorpanásunk, mindahogy mindenkinek a Covid időszak alatt, ebből sikeresen talpra álltunk, nagyszerű emberekkel vagyunk körülvések, őt hattattak ránk, nyilván görítették előrébb a klubot. Most jelen pillanatban dúskálunk a programokban, ugye most is itt vagyunk az adventi udvarban, főzünk is, át is adunk csomagot, nem sokára lesz a bálunk is, és utána pedig megint csak a báli bevételben, megint csak jótékonykodni fogunk, úgyhogy nem unatkozunk, és hát a tavaszra is vannak terveink, úgy gondolom, hogy megfelelő emberek vannak körülöttünk, akik tényleg szívügyüknek tekintik a klub működését, de nagyon fontos, hogy várjuk az új tagok jelentkezését, nyitottak vagyunk, és szeretnénk, hogyha bővülnénk, és energikus emberekkel gyarapodna csapatunk.